Várakoznak azok az emberek, akik a Központi Statisztikai Hivatal értesítése alapján meghívást kaptak a koronavírus tesztre Bátaszéken és környékén. Összesen 83 személyt vártak a tesztelésre. Hát szerintem egy hasznos dolog. Mondja ez a helyi vállalkozó, aki egy tucat embernek ad munkát, így fontosnak gondolta, hogy részt vegyen a vizsgálaton. A buszban garatból, orrból vesznek mintát, valamint vérvételenesnek át a behívottak. A Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának elnöke, akik szervezik a vidéki mintavételt, azt mondja, pontos képet csak akkor kaphatnak a helyzetről, ha meghívottak, elmennek a szűrésre. Nagyon fontos, akiket a Központi Statisztikai Hivatal kiválasztott, és meghívást kaptak, vegyenek részt a szűrővizsgálaton. A résztvevő személyek jelenléte fontos, nem lehet kicserélni, nem lehet mást elküldeni, mást odaengedni a szűrővizsgálatra. Az ő személyük azért fontos, mert a reprezentativitás szempontjából létfontosságú. Nem csak saját egészségük vonatkozásában kapnak információt magáról a vírus jelenlétéről, vagy a korábbi fertőzöttségről, hanem egy statisztikai közösséget 400 főt is magukba hordoznak. Bozsalik Róbert Bátaszék polgármestere reményét fejezte ki, hogy mindenki megjelenik a meghívottak közül. Arra mindenképpen jó, hogy valami fajta információt kapjunk adott esetben a település tekintetében, vagy a településhez közel lévő más települések tekintetében, hogy a koronavírus járvány az jelen pillanatban hol tart, vagy hol tarthatott, hiszen a szűrővizsgálatok arra adnak majd lehetőséget, olyan következtetések levonására, hogy jelen pillanatban az érintett az fertőzés alatt van-e, illetve hogy esetleg átesette már a fertőzésen. A buszban szolgálatot teljesítéktől kapott információ az, hogy a meghívottak alig 30-40%-a megy el a szűrésre. Az eddigi legmagasabb részvételi arány Bonyhát teljesítette, ott 50%-os volt a megjelentek aránya.